Más a happy hour? Amúgy egy kicsit olyan más a hangulat. Nem, valami nem, nincs valami furcsa érzés. Az mi a lófasz? Van itt piramison. Hangulós. Ehhoz még vannak ilyen csodakristályok, amik ezért mind műanyag. És most teljes az energia. Tehát az a lényeg, hogy most ez a piramis, Pisti, egy 15 méteres sugárban kivédi az 5G sugárzást most. Tehát, hogyha most ránézel a telefonodra, egyértelműen nincs 5G. Tehát itt most nincs. Na, tényleg nincs. Ha van, akkor kevesebb a térerő, mert levédi. Aha. Igen. Mi a fasznak? De minek vettél ilyen fasságot? Mi ez amúgy? Mutasd már. Megfogom, meghalok. Nem, nyugodtan, de az aljára kell vigyázni. Nem az a lényeg. A de ez mi a faszom? Az néhány darab műanyag, amúgy kimaradt a múltkor. De ez műanyag, bazd meg. Nem, az kristály. Kristály a faszom, ez műanyag, legalább lenne só. Tegnap este Jani elég kreatív volt, és mindenkit Mickey Jeger hangon köszöntött, tehát hogy ő így azonosult ezzel a Disney szellemmel, ami ma a hétköznapjainkat gyakorlatilag 0-24 áthatja. Ez igaz, Jani? Tehát annyira nyilatkozz, hogy... Én nem hallottam ilyesmit, én nem, ezt ne ezzel gondoltam tegnap, mert illuminált állapotban volt. Mégis mi a retkeszesz folyik itt, ha? Szevasztok! Nézd, valaki Mickey Jeger hangon beszél, ne szállj. Ki ilyen? Tudom, ki lehet. Kikötődött a cipőfűző. Ugyanolyan az rágunk, baszki. Tudom, ne is mondd. Szevasztok újra! Ez itt a gettó játszótér. Az a lényeg, hogy egy ilyen... Kimert menekültek vagyunk. Hát mondjuk úgy, igen. A Disney World és a Universal Pictures Studios közé vagyunk szorulva ezekbe az ilyen gettó... ilyen szálló... Itt vannak azok az emberek, akiket sose találtak meg a szüleink. Így van. De amúgy kibaszott király, tehát szó se róla. Csak tudjátok, ilyen... Érdekes, nekem nagyon tetszik. Nagyon jó ez a hangulat. Igen, valahogy el kell kezdenünk ezt a vlogot, úgyhogy az elején kezdjük, vagyis most majdnem a vége van már, de ilyenkor ez már majdnem a vége, de most kezdjük, úgyhogy ugorjunk vissza New Yorkba. Hol vagyunk ma most? A Metnél, ez a Metropolitan Múzeum, itt lesz a rendezvény, ahol hát meg vagyok lepve, hogy italt szolgálnak fel a múzeumban. Itt a múzeum. Persze nem tudták, hogy jövünk, szóval én megértem, de akkor is. Mondd már meg nekem, te agyhalott paraszt. Tehát egy, a 4 quadrilliárd forintos telefonodhoz nem járt headset? Kettő, olyan buzi kényelmes vagy? Komolyan mondod, hogy kispóroltad a 30 millió forintos Verdából a 20 rongyos Bluetooth-t? Hm? Vagy mi a lófasz? Nincs egy mocskos kihangosítód? Egy nagy faszt. A sok pénzeddel annyit kezdtél te köcsög nyomorult, hogy még azt se tudod, hogy kell összepárosítani a telefonodat azzal a redvás szarral, amit vettél. Igen. Ez a véleményem. Úgyhogy kurvára remélem, bazd meg, hogy a következő kanyart a házfalának fogod küldeni, bazd meg, a telefonoddal együtt, mint a seggedbe rúgok, ha még egyszer meglátom. Hogy lehet valaki ilyen nyomorult? És lefossa, hogy 300 ezerre büntetik, érted? Azt is lefossa, ha elüt valakit, vagy belemegy valaki belem. Cégem van, fontos hibás várok. Úristen, közben csak azt magyarázod a telefon másik végül lévő embernek, hogy holnapra meg lesz a pénz. Az igazság, hogy Jani ma Tigrisre itta magát reggel a Starbucks-os kávéval. Megnézzük, hogy tudunk-e Janinak venni macskás pizsomát, ez nagyon fontos. Jézusom, Jani, mi a fasz? Itt van velünk Nesali, hello. Nem is ismerek rá, igen.
beszélünk. És még nem is ittam. Hihetetlen. Még semmit. Nem, amúgy tényleg nagyon meglepő, hogy szőke és hogy... Én nem ismertem fel, de nem gondolom. Ez volt a cél. És hogy kezdődik, te izgulsz? Abszolút. Kattog az RTL iradó, nagyon-nagyon izgulok. Hajnali 4:45-kor rám írt Radics Peti. Kipróbálta a ChatGPT-t, és azt mondta, hogy nagyon sok mindent tud rólunk, és elküldte nekem, hogy mit írt rólunk a ChatGPT. A The VR egy magyar videójáték szakértő és youtuber, aki videókat készít videójátékokkal kapcsolatban. Együtt dolgozik a szintén magyar youtuberrel, Janival, akinek a valódi neve Jani Gabriel. És a közös csatornájukon játszanak és beszélgetnek videójátékokról. The VR és Jani Gabriel később a 2.0 nevű stúdiót is létrehozták, amelyben videójátékokat fejlesztenek és tesztelnek. Wow. De ki az a Jani Gabriel? Hát te, hát ki lenne? De mi az, hogy Gabriel? De miért vagyok én Jani Gabriel? Mindjárt oda megyek ahhoz a harmonikáshoz, én is játszok egy kicsit. Szerintem ide adnám? Mit, azt a szart? Hagyjam már akkora, mint egy kisfagyasztó. Nem tudom, hogy bírja el. Én nem értem is, sose tudtam. Ha azt nem értettem, mindig annyi gomb van rajta, hogy ezt hogy tudják, hogy mi melyik. Hát mert ez egy durva cucc, bazd. Van egy csomó, van, mert még plusz a billentyűk. Tehát nem elég, hogy csak a billentyűk. Úgy kenni. Azért, mert egy csellótól beszarsz, attól még lehetnek durva hangszerek. Az egy nagy bőgő volt. És fel fogom menni, hogy játszok rajta. Négy húr van rajta. Négy. De mennyi hang? Nem az a lényeg, nem a húrszám számít. Hagyjál már, fogdasod össze-vissza. Azok hangok, Pisti. Azok húrok, Jani, ne basszál ki velem. Amit fogok, az hang, nem húr. Tehát a húrt fogom, de hangja. Ennyi bazd meg, Jani megfogta a hangot. Hang. Hang. Azt is tudom már végre, hogy a hang fából van. Mióta ismeritek egymást, illetve hogyan, honnan ismertétek meg egymást? Nagyon régóta ismerjük egymást. Nagyon régóta ismerjük egymást, ugye, de másfél ez a gyakori kérdésekben benne van? Nincs. Azt, hogy ismertünk meg egymást, az nincs benne. Belerakjam? Nem tudom. Bele fogjuk rakni. Nem tudom. Mi egy helyen dolgoztunk, egy helyen már, dolgoztunk. És onnan ismerjük egymást. A Debrecenben dolgoztunk egy helyen. Igen, de ahol az meg most lelőtted, most megválaszoltad, hogy honnan jöttünk, vagy hogy hol lakunk, mert az is meg van kérdezve egy csomószor. De azt is megkérdezve, hogy hol dolgoztál, mert mindenki ezt kérdezve, hogy hol dolgoztál, amikor megismerjük. Nem. Pisti a debreceni Ájszterben dolgozott, és ezt bekontrollvésztétek, jön el a live-streamébe, 50-szer. Remélem valaki igen. Két ujjal nyomkodja most a töke végét így, hogy aha, igen, ott dolgoztam, na. És én is. Igen, ott és Jani is amúgy, de az miért nem érdekel senkit? Hm? Azért, mert te nem tudom. Mi? Miért? Mert azt nem lehet kontrollvézni, hogy Jani hol dolgozott? Ott dolgozott, és aki mondott, hogy igen, és így, aaaah, ez az, ott dolgozott! Én meg életemben nem akartam ennyire valamit tudni. De tudja. Ja. Azt akar, hogy mindenki előtt mondd ki. Ott dolgozott Pisti, igen. Mi a baj? Igen, benyomtuk a pisztolyt a kocsiba, hogy teletankoljuk a vérbe, érted? És rohadtul nem lehet, mert nem működik. Nyomkodni kell ott a gombot, meg minden ott van az instruction, meg amit el tudsz képzelni, a taxi mindjárt elünkeci, mindegy. Az a lényeg, hogy minden nyomkodtunk rajta, és nem tankol. Mi a kurva élet? Ők se tudták, hogy mi van. Majd kiderült, hogy itt előtte kell fizetni. Azt a kurva. De mi nem tudjuk állítani a tank! És most tudjuk majd dízel vagy benzin? És még azt sem tudjátok, hogy benzin... De is nem buzulnak, nincs itt dízel. Mit akarok mondani? Tényleg nincs. Szóval az a lényeg, hogy oda kellett venni egy $100-ost, most tankolunk, majd lekattan, és ha kevesebb, mint $100, akkor majd visszaadják a pénzt. Nem? Hadd talán akkor a fasságot? Fasz meg! Fasz meg! Yes! Nem bírom bazd! Na jó, kész, hogy tudjuk csak, hogy játék! Nézzük milyen! Az ide! A lévány ütte meg fog! Fogd meg! Az ide! Az ide! Akkor... Gyere! Az ide a bögri! Megvan! Hú! Megvan! Ide jött! Yes! Így van. Hm? Mit tudod? Basztam, mi? Figyelj! Érte? Nem találtam még kérdék kreatív edzéstermeket. Az a baj.